Folytatjuk a vákumszivattyúval megkezdett kísérleteinket. Most egy másik érdekes és látványos kísérletben a víz forráspontjának nyomásfüggését fogjuk megvizsgálni. A forráspont az a hőmérséklet, ahol a folyadékok belső gázanyomása eléri a külső gázanyomást. Ez normál körülmények között, itt 100 Celsius fok. Ha azonban lecsökkentjük a nyomást, akkor a víz az nem 100 Celsius fokon, hanem alacsonyabb hőmérsékleten is felforr. Ha kellően kicsi nyomást alkalmazunk, ez a hőmérséklet lehet akár az itt körülöttünk lévő szoba hőmérséklet is. Ezt a kis nyomást az előbb bemutatott vákumszivattyú segítségével fogjuk előállítani. A vákumszivattyú bekapcsolása után figyeljük meg, hogy mi is történik a főzőpohárba elhelyezett közönséges csapvízzel. A megfelelő nyomás eléréséhez egy darabig várni kell. Láthatóvá vált, hogy a víz elkezdett ugyogni, pontosan úgy, mint amikor forr, mert valójában egy forrás zajlik. Annak ellenére, hogy ide rakom a kezemet, láthatja mindenki, egyáltalán nincsen meleg, nem égeti meg az én kezemet. Ilyen normál 20 Celsius fok körüli hőmérsékleten is képes a víz forrásba jönni, akkor, hogyha elegendően kicsi a nyomás körülötte. A vákumszivattyút kikapcsolva, majd a levegőt beengedve, egyrészt a forrás megszűnik, másrészt látható, hogy az edény széle párásodott, tehát valóban forrásról volt itt szó, illetve ha megfogom, akkor egyáltalán nem meleg ez a pohár víz, sőt egy kicsit még le is hűlt, hiszen a forrás 5 volt el tőle, tehát itt szobahőmérsékleten is fel tudtuk forralni a vizet. Természetesen a jelenség fordítottja is igaz, nagyobb nyomás mellett, mint a körtünk lévő nyomás, a víz magasabb hőmérsékleten fog felforni. Akik a konyhai tudományokban jártasak, azok a kuktát jól ismerik, és a kuktárnyék pontosan ezt használják ki, hogy a kuktárban ne csak 100 Celsius fokon tudjuk főzni, hanem a 100 Celsius fok fölötti hőmérsékleten is. Természetesen minden egyes folyadéknál van egy olyan hőmérséklet, ami fölött már bármikor a nyomást is alkalmazunk, az fel fog forrni és véglenővé válik. Ez azonban jóval nagyobb hőmérséklet, a víznél több mint 300 Celsius fok szükséges ehhez. Köszönöm a figyelmeteket, maradjatok még velünk, mert ezzel a vákumszivattyúval további kísérletet.